Kedves paptestvérek, kedves fiatalok! Az elmúlt napokban, hetekben nem volt olyan nap, hogy ne hallottunk volna a reformációról, rádióból, televízióból, mindenhonnét hallhattuk, hogy 500 éve, hogy elkezdődött a reformáció. És hogyha egy másik szót kapcsoltak hozzá, akkor utána azt tették, hogy és hát jött az ellenreformáció. Nem szeretem ezt a fajta párosítást, mert mi senki ellen és semmi ellen nem vagyunk. Mi valakiért vagyunk és valamiért vagyunk. Tehát így lenne jó hely, és ha azt mondanánk, hogy való igaz, hogy volt a reformáció, és sok meglévő gyarlóság bűn miatt is kiváltódott, de azt nem az ellenreformáció követte katolikus részről, hanem a katolikus megújulás. Ennek lett egyik szép vezető alakja, mai nap Szentje Borromeo, Szent Károly. És hát még a mostani evangéliumra is visszatérve egy pillanatra, hogyha igazi reformáció lenne, akkor nem darabolódnának tovább-tovább, mindig újabb és újabb felekezetekre. Hát épp a Szentírás mondja az Úr Jézus, hogy egy nyáj lesz és egy pásztor. Hát hogyan lesz egy nyáj és egy pásztor, hogyha mindig több felekezet képződik? Most a mai napnak a Szentje Borromeo, Szent Károly, igen rövid időt élt, mint főpásztor, mint püspök, mindösszesen 46 év volt az ő életkora, és nagyon érdekes és nagyívű életpályát futott be. Ilyen nagyon gazdag milánói hercegségnek volt a tagja, a fia, és hát meg kell mondani, hogy ő is élvezte azokat a javakat, ami még az egyház által is számára egy gazdagítást jelentettek. Mert való igaz, hogy megtörténtek olyan visszaélések, hogy egyházi birtokokat, szerzetesi birtokokat odaadtak olyan személyeknek, akik valójában nem is voltak annak a közösségnek papjai, vagy püspökei, vagy szerzetes előjárói, hanem egy kis rendet, az úgynevezett tonzúrát fölvették, így aztán igazgatták ezeknek az egyházi birtokoknak a gazdaságát, a jövedelmet, bekaszírozták, és valaki végezte a lelki szolgálatot. Hát Borromeo Szent Károly, aki nem Borromeónak született, az anyja nevéről kapta ezt, és nem is volt szent elejében, de ugyanakkor egy roppant tehetséges fiatal volt, mert olyan 10 éves kora végére, 20 éves korára a világi és az egyházi jognak a doktora lett. Hát ez egy önmagában egy nagyon nagy teljesítmény, hogy valaki két doktorátust is szerez 20 éves korára. Az egyik nagybátyjából lett a pápa, méghozzá de 4. Pius, és ő pedig rögtön magához hívta Rómába, de még akkor mindig nem volt pap, hanem megbízta különböző javadalmak vezetésével, ezt hívták abban az időben nepotizmusnak. Hogyha valaki a rokonait támogatja egyházi pénzekből, az a nepotizmus. A neposz az unokaöcs. Tehát az, aki kiátsza az egyházi javakat a rokonoknak, az nepotista. És ez súlyos bűn. És akkor is az volt. De hát ők úgy gondolták, hogy ez így jogos és jár is. Csak hogy ennek a Károlynak meghalt a testvére, aki fiatal volt, tehetséges, mint ő, és nagyon megrendítette őt a haláleset, hogy hát ennyi az élet, hát meg is halhatunk, és fiatalon is, és mit ér akkor, hogyha én gyűjtögetem a javakat, még nagy karriert futok be, és ez a fájdalmas esemény intette őt, hogy térjen meg, és most már ne csak külsőleg, hanem szívből is legyen az egyháznak az egyik
szolgálja méghozzá papként. És felszenteltette magát papnak, majd pedig nagyon fiatalon Milánónak lett a püspöke. Abban az időben a milánói püspökség talán a második legnagyobb püspökség és leghatalmasabb volt, akkor Itáliában, de ő nagyon puritán életet kezdett ettől fogva élni. Igen, egyszerű életmóddal, és amikor szegényeket látott, akkor mindig segített rajtuk, és amikor kitört a pest is Milánóban, akkor ő kórházakat nyitott, ispotályokat, ő maga is ment ápolni őket, sőt egy olyan körmenetet vezetett, amiben mezít láb kötélen a nyakán, keresztel a vállán, könyörgő imádságot tartott a pest is megszínűléséért, bele is halt a pest is okozta fertőzésbe. Hát mit mond nekünk ma Borromeo Szent Károly? Ő volt az, aki az egyház nagy zsinatának, a tridenti zsinatnak, az a reformáció után következett, 18 éven át tartott, 1545-63-ig, végrehajtotta a határozatait. Minden visszaélést megszüntetett, fegyelmet az imádságban, a liturgiában és az egyházi életben. És jól tudta azt, hogy ha azt akarjuk, hogy a fiatalok, a hívek, azok maguk is megtérjenek, és hát az életükkel igaz keresztény életet éljenek, akkor olyan papokat kell képezni, akik ezt az életformát, mint egy példaként eléjük élik. És megalapította a papi iskolákat, amit mi szemináriumnak mondunk. Az van ebben a szóban, hogy a mag keltetése. Hát addig is tanították a papokat, csak a következőképpen. A plébános körül nevelődtek, elsajátították a legfontosabb papi feladatokat, a misézés, a szentségkiszolgáltatás lényegét, és erről vizsgát tettek, elvitte őket a plébános a püspökhöz, majd pedig felszentelték a fiatalokat. Akik nagyon tehetségesek voltak abban az időben is már mehettek egyetemekre, de ezek igen kis létszámban voltak. A papság is csak ilyen alsó fokon volt képezve a középkorban. És azt mondta Borromeo Szent Károly, egy rendszeres oktatás, nevelés szükséges, hogy az egyház átalakuljon. És hát a szemináriumokat alapította, ő lett a szemináriumnak a védőszentje, ahol meghatározott imádságos tanítási rend, életforma volt, ami megmaradt, azt lehet mondani a mai időkig, hát persze, amin változtatni kellett, változtattak, azért, hogy egy jól képzett, fegyelmezett papság vezesse a híveket. És igen nagy gondja volt a szentmisére Borromeo Szent Károlynak. A milánói dombról biztos hallottatok, az egy óriási nagy templom, a régi magyarok úgy hívták, hogy Majland. Még volt is ilyen katonanóta, hogy sej nagy a bonyban, csak két torony látszik, de Majlandban 32 látszik. Ez egy óriási templom, a milánói dom, de azt olyan vásártérnek nézték az emberek. Rövidítsék az útjukat, kisbe jártak. Egyik ajtón bementek, hogy a másik utcára mehessenek, nem kerülték meg a dómot, sőt, még lóval is átmentek. Na, ennek aztán véget vetett Borromeo Szent Károly, azt mondta, hogy a szentmisének kell lenni. És nem csak, hogy becsukatta, hanem be is falasztatta azokat az ajtókat, ahol kisbe jártak az emberek. A külső öltözékét is a papoknak, azt is megrendszabályozta. Ti magatok is láttatok olyan miseruhát, ami majdnem úgy nézett ki, mint egy hegedűtok. Így lehet még múzeumokban látni, hogy így mondjam, divatoztak vele abba az időbe, és
Borromeo Szent Károly visszahozta a régi mise ruhát, ezt a fajtát, ami most is rajtam van, ez Borromeo kazulának hívják, ez volt valamikor a keresztény ókorban is. De hát ez csak egy külsőség volt, ami a fontos és a mai időkre megszívlelendő, hogy a szent misét összeszedett lélekkel, imádságosan, aktív részvétellel kell kitölteni. Ha megnéztek egy régi imakönyvet, ott a felsorolt bűnöknél, vagy illetve a lelki tükörnél ilyen volt, hogy hallgattam-e vasárnapi vagy ünnepnapi szent misét. Hát miért tették ezt? Hát latinul volt a mise, hát nem értette. De hát akkor meg kellett hallgatni, és közben ott a padba elővették az imakönyvet, a rózsafűzért, kántor énekelt valamit. Tehát úgy kitöltötték, hallgatták, meg kell mondani, hogy a prédikáció, meg a szentírás akkor is mindig névnyelvén volt, nem értették volna meg, de úgy eltöltötték az időt a templomban. A II. Vatikáni zsinaton népnyelművé tették, most már aktívan kell kapcsolódni a szentmisébe. Azt hiszem, hogy Borromeo Szent Károlynak ez a mostani időkre szóló üzenete a fiatalok számára. Nem azt mondjuk, hogy itt halálos csendnek kell lenni a templomba, tehát, hogy meg se lehessen pisszenni, se semmi, de legyünk összeszedettek. Kapcsolódjunk bele az énekbe, az imádságba, vagy pedig a csendes silenciumba, hogy legyünk jelen a szentmisén. És a szentmisére készüljünk. A papoknak meghagyta, hogy készüljenek lélekbe előtte, hogy ők hova mennek, és úgy vegyenek részt. Illetve utána meg próbálják azt átültetni az életükbe. Hát amikor régen falun mentek az emberek a templomba, talán még ti is láttatok olyat, én még sokat láttam gyerekkoromban, hogy az asszonyok még úgy csak-csak bementek, de a férfiak kínáltak előtte. Beszélgettek, cigarettáztak, viccelődtek, de meghúzták arra, hogy na menjünk be, mert itt van a plébános. Bementek, és hát úgy elviselték azt az egy órát, hogy majd csak kibírjuk ilyen módon. Hát ez nem sokat ér. Úgy kell jönni a szentmisére, hogy lélekben készüljünk fel, hogy hova megyünk. És mindig az legyen a indíték, hogy meghívottak vagyunk vasárnap, ünnepnap főként. Nem azért megkötelező, hanem mert meghívottak vagyunk. És ha baráti társaságban titeket meghívtak, mint tudom én, valamelyiknek születésnapja van, vagy névnapja, lehet, hogy nagyon fáradtak vagytok, mert volt sok minden, de hát tudjátok, hogy várnak benneteket, meghívtak. Hát el kell menni, mert megígértem, hogy megyek, hát meghívott vagyok, oda kell mennem. Hát a szentmisével is legyetik így, hogy meghívottak vagyunk. Nem azért jövünk, mert parancs, kötelező, meg szokás. Most, hogy átvettünk egyházi iskolákat, hát ilyenek is előfordulnak, hogy azt mondja az átvett iskola tanítója, hogy fizessék ki neki órabérbe, hogy ott van, mert ez vasárnap túlórának számít. Hát az ilyen hozzáállás, ez semmit nem ér. Mi nekünk őszintén is szívből kell jönni a szentmisére. És ott összeszedett lélekkel kell viselkednünk, imádkoznunk, és átgondolni a szentmisének a mindig hozzánk szóló üzenetét. Ha semmi más nem, de Borromeo Szent Károlytól ezt tanuljuk meg, akkor ez egy nagyon nagy intelme számunkra, és ő, aki a maga korában a katolikus megújulást kezdeményezte, a zsinat szabályzatait megtartotta, ennyiben most is nagyon időszerű fiataloknak, öregeknek, mindenkinek egyaránt, hogy a szent misén úgy vegyünk részt, ahogy az utolsó vacsorán ott lettünk volna, amikor bennünket is meghívott volna Jézus, mert most is itt van, csak nem látjuk,
testi szemünkkel, de valójában ugyanazt az eseményt hozzuk jelenbe, ami az utolsó vacsorán történt. És ha így gondolunk rá, ezzel a lelkülettel veszünk részt a Szent Misén, akkor nem csak hogy fegyelmezettek leszünk, hanem mindig nagy lelki haszonnal is jár. Amen.